Fizikai munkaerőt keresnek leginkább a szombathelyi cégek, ez derül ki a Vas megyei kormányhivatal foglalkoztatási munkaügyi és munkavédelmi főosztályának adataiból. Jó hír, hogy folyamatosan csökken a regisztrált álláskeresők száma Vas megyében 2020 óta. Most mintegy 4000 regisztráltról számol be a hivatal. 2021-ben újra jelentősebb számú munkaerőigényt sikerült begyűjtenünk, közel 10 000-et. Ez jelentősen meghaladja a 2020-as ajánlati lehetőségeink. Tehát tulajdonképpen egy élénk munkaerőpiac jellemzi Vas megyét. Várnak embereket a feldolgozóiparba, a Szombathelyen és a megyében egyaránt. A vendéglátás és a kereskedelem szintén kiugró munkaerőigényt mutat, tette hozzá a főosztályvezető. Elmondta, hogy a vendéglátóiparban nem nagyon akarnak visszatérni azok, akik ott elvesztették a munkájukat, máshol azonban többnyire megtalálták a helyüket. Amikor ilyennek a munkaerőpiaci feltételek, bármely szakmába komoly időt kell szánni arra, mire megfelelő jelentkezőt lehet találni, és ez gyakran nem is a munkanélküliek köréből kerül ki, hanem másik munkahelyről. Úgyhogy itt a további javulások nagy erőfeszítést igényelnek részünkről is, illetve a partnereink részéről is. 10%-a a regisztrált álláskeresőknek 25 év alatti, viszont az 50 év felettiek 40% feletti arányt képviselnek, ez nagyon magas. Az álláskeresők fele nő, fele férfi.